Sziasztok srácok, a mai nap a Medal of Honor Warfighter-t mutatom be. Ez egy EA játék, ami valószínűleg a Call of Duty Black Ops legnagyobb riválisa lesz az idén. Rögtön tegyük is be a CD-t, hát nem meglepő, hogy rögtön már egy patch jött. Nem baj, kivárom. Persze még installálni is kell a patchet. Nem baj. Ó, még installálni is kell a játékot. Jaj, na mindegy, nem baj. Most már elvettél 20 percet az életemben, most már igazán elindulhatnál. Ajaj. Na, mi ez még? Ennyi töltésbe bele lehet pusztulni. És végre elvileg elindíthatjuk a játékot. Még egy érdekesség, hogy online passzos a játék. Úgyhogy még azt is meg kell várni, hogy beírom. Nagyon imádom az online passzet, főleg mert Magyarországon nem szokott működni, hát megnézzük, hogy működik-e. Szóval 20 perc után így megy a játék. Ez a betöltés. Na és végre itt vagyunk a menüben. De kicsi. Jézus Mária. Igen, az EA játékokat mostanában nem kis tévére tervezték, hanem HDTV. Jézusom, de kicsik a... Úristen, alig lehet látni. Hát én még valahogy látom, de hát nem tudom ti, hogy látjátok. Mindegy, van egy single player, egy multiplayer, van egy PlayStation Store és egy Credits. Hát ez nem sok. Gyengusz menü. Na mindegy, rögtön lépjünk is bele a PlayStation Store-ba, mert ugye be kell írni az online passet ahhoz, hogy játszhassunk. Na, gyerünk. Error. Mindegy, akkor próbáljuk meg a multiplayer-t. Jó van. Na, itt be lehet állítani a méretet. Ez jó. Legalább egy kicsit nagyobban látom a betűket. Maxig kitoljuk. Na jó van, most már tölt is. Igen, be is kell írni az online pest rögtön. Nem tudom, magyar karakterrel vagyok, úgyhogy lehet, hogy nem fog működni. Remélem működni fog a magyar store-on, de hát... Igen, már írja is. Na, próbáljuk. Persze nem működött. Úgyhogy át kell mennem a másik felhasználomhoz. Ez is elvisz egy kis időt, de nem baj. Még a játékkal nem is játszottam. Na mindegy. Indítsuk el. Na ne, szórakozz te is velem. Ugyanazokat újra meg újra végig kell néznem, és közben még nem is játszhattam a játékkal. Danger Close, nagyszerű. Megint majd Frostbite 2, nagyszerű. Ugye ez a motorja. Itt a betöltés. Na. Végre megint a menübe vagyunk, megint kicsik a betűk. Alig látni valamit. Most már tudom, hogy a multiplayerbe megint beállítani ezt a képernyőt. Mert nem elég egyszer, nem. Bejelentkezni. És persze sikerült végül külföldi felhasználóval beírni az online passet. Az egy baj van, hogy a FIFA-nál például, ha külföldi accountra használom, akkor már a magyarra nem tudom használni az online passet. Míg a Battlefield 3-nál elég letölteni a külföldire, és érzékelő, hogy a konzolom már rajta van, és azért a magyarra is tudok játszani. Remélem, hogy tudok a magyarra játszani, mert különben nagyon ideges leszek. Na, majd meglátjuk. Na most vissza a régi karakteremhez, megint elindítom a játékot. Mint várhatok órákat. Nem hiszem el. Még egy töltés. Na de végül csak sikerül belépni a multiplayerbe. Igen, így jó a multiplayer. És már a magyar accounttal játszok. Úgyhogy nem tudom, választok egy katonát. Fogalmam sincs, mi a különbség. Oké. Itt valami írás van.
Hát ez számomra teljesen átláthatatlan. Mi ez? Next, next, next. Mik ezek? Ah, csak játszunk már online egyet. És még hátra van a single player is. Na. Mi? Ah, jó, quick match jó lesz szerintem. Nem sok menü van egyébként. Úgyhogy joinoljunk is be. Na, jó van, benne is vagyunk. Mintha valami csapatban lennék. Válasszunk ember, de én teljesen nem látom ezt, tehát hogy most mi hogy van, hogyan lehet állapolni, meg hogy mit válasszak. Na jó van, benne is vagyunk a játékban. Egyszer nem játszottam még ezzel. R2-vel dobsz gránátot, az jó. R3-mal késelsz, az is jó. Eddig olyan, mint a kód. L1-el célzol. Az velem van, opá, mindegy. Négyzettel töltesz, jó van. Menjünk fedezékbe, opá, opá. Körrel googolsz. Jó van. Ugyanúgy mászol, mint a Battlefieldbe, de az irányítás teljesen olyan, mint a kódban. Jó van. Ezzel futsz. Na, mi van? Már is vesztettük. Ez meg mi? Hát ez mi volt? Lepacsisztak? Hát ez nagyon szerint... Hát ez szerintem röhelyes volt, hogy így lepacsisztak. Hát nem is játszottam semmit, nem is öltem még, de már elszenvedtem az első vereséget. Hát ebből nekem elég, ennyi, köszönöm. Inkább próbáljuk meg a single player-t. Hát ha az hoz valami jót. Na, indítsuk is el. Egyenlőre easy-n. Ilyen szövegek, ilyen idézetek főleg a Modern Warfare 2-ben voltak, ami azért érdekes, mert ugye az Infinity War-tól kirúgtak egy csomó embert és átmentek a DICE-hoz éppenséggel. Egyébként a kampány során nagyon sok olyan elem van, ami a Modern Warfare 2-re emlékeztetett engem. Na de kezdjünk is bele az elejébe. Itt van a főhősünk, Preacher. Érdekesség, hogy néha a külső kameranézetből nézhetjük hősünket. Na jó, van itt is van az első ellenség, akit majd le kell szedni. Hát csak tizelni lehet, úgy látom. Be kell valljam, egy kicsit lassú ez az első pálya, de mindegy, kicsit vágtam. Le kell rakni a C4-et. És várunk. Na. Ez az. Na jó, be kell robbantani ezt a kamiont. De hogyan? Megmondom őszintén, én itt egy kicsit vágtam. Mert nem tudom, hogyan kell berobbantani a kocsit. Próbáltam mindent, R2-t, minden gombot, de nem. Ide kell jönni, és csak innen lehet berobbantani. Hát tök logikus, nem? Fél méterről arrébről nem lehet. Na mindegy. Hopp, ez nem én voltam. Azért látványos, ezt el kell ismerni. Látványos a kampány, de... Na mindegy, majd még visszatérek erre. Hát én is azt kérdezem, mi a fene történik itt. Lőni kell, hoppá. És itt nem fura. Még ez, minden ég. Aja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 j
tényleg az emberek, ez is tipikus olyan Modern Warfare 2-es, amikor az utolsó pályán égnek az emberek. De vannak még ilyen elemek. Ja, fene történik most komolyan. Ezt sem tudom merre menjek. Na, most mi van itt? Jó, lerúgja. Neki ilyen szuper rugás van, a kampány során többször kell breach-en, mindig berúgja az ajtót. Hozzáteszem, mindig izé előbb nyílik ki az ajtó és később rúg. Egyszer egy olyat felveszek. Na mindegy. Itt egy chopper. Ezt le kéne szedni. Várjál. Tudom, hogy van valahol itt valami, amivel le tudom szedni, mert
ezzel a fegyverrel, nem tudom. Segíts már te! Oh, ott van, ott van, ott van, ott van. Jó van. Szevasz! Ezt tetszett. Ez nagyon jön, nagyon jön! A francba! A francba mész innen! Most mi van? Most túléltem? Meghaltam? Mi történik? Oh, túléltem, jó van. Hát ez az első pálya. És... kaptam egy trófeát. Így kezdődik a kampány. Medal of Honor, ez az. Ez a királyság. Katonának lenni jó. Tényleg. Kicsit úgy érzem, hogy... propaganda játék. Ez na mindegy. A második pályán már meg lehet ismerkedni magával az irányítással. Itt van egy manus, persze őt nem lehet lelőni, ő szent. Na mindegy, menjünk be sprintelni. Ugyanúgy lehet, mint a Call of Duty-ban, már elmondtam, mindent ugyanúgy lehet, mint a Call of Duty-ban. Lehet viszont csúszkálni, mint a Battlefield-ben. Itt ugrálunk, ezeket majd leszedjük, de nem is ez az érdekes. Ha végeztünk, persze itt egy ember, az embernél lehet ammót szerezni. Ez egy érdekes dolog. Hopp! Mi a fene? Azt hittem ebbe se lehet belelőni, de lehet. De halhatatlan. Na de ez lesz az igazán érdekes. Le kell guggolni. Ha az R2-t lenyomod és úgy célzol, lehet kukucskálni. Hát ez szerintem haláli. Ez nagyon jól megvan oldva. Ilyen kéne a kodban is. Ez nagyon, nagyon jó dolog. Itt van egy érdekes dolog, a betörés, azaz a breachelés. Mindenhova, ahova be lehet törni, mindig választhatsz, hogy hogyan törsz be. És mindig lehet unlockolni betöréseket, ha elegendő fejlődést szerzel. Itt még nincs fejlődés, úgyhogy csak az alap rugás van. Hát ezeket le kell lőni, de hát ez sima ügy. Ennyi volt igazából az... Nézd meg, most bele tudok lőni! Nem hal meg ez se, hát mi a fene? Hát ez viszont nagyon béna dolog. Szerintem egy lövöldözős játéknál nem mindegy. A kampányról még annyit, hogy szerintem rettenetesen lapos. Tehát nem tudod, hogy mikor kit ölsz meg hogy mi történik. De itt például van egy assault drón. Hát ez próbál érdekes lenni, de itt nem is tudom, hogyan tudok átmenni. Na, csak sikerül. De hát nem igazán érdekes, nem tudom. Ezt már láttam az MV3-ban. Itt persze lőni kell. Néha nem elég, hogy unalmas a kampány, még nem is teljesen érthető. Itt például ennél a résznél legalább 6-szor buktam el, mert nem jöttem rá, hogy kicsit az emberek fölé kell célozni ahhoz, hogy pontosan eltaláljuk. Mindig leszették a choppert. Ezeket eddig is le tudtam szedni. Aztán jön majd egy chopper és szedi őket. Ennél az egy rohadéknál buktam el mindig. Ennyivel kell fölélőni ahhoz, hogy eltaláld. Hát én ezt nem tudtam. De rájöttem erre. Közben a chopper úgy lő, mint a Modern Warfare 2-ben annál a gulágos missionnél. Teljesen ugyanolyan az a feeling nekem. Most meg le szedik az egész pályát itt. Egyébként egész nagy pályák vannak, és teljes mértékben lerombolhatók. Viszont amiatt, hogy nagyok a pályák, eléggé unalmas a játék, mert mész, lősz, nem olyan történik más. De vannak érdekes missziók, itt például van egy autósüldözéses misszió. Basszus, ez viszont nagyon jól meg van csinálva, tehát ez teljesen élvezhető. Ez volt az eddigi legélvezetesebb misszió, nagyon élveztem. Nem tudom, hogyan csinálták meg, hogy ennyire élveztem, de hát egyszerűen
nagyon tetszett, és nagyon sokat rögtem. Kimész itt az útra, teljesen jól van megcsinálva, nagyon hosszú a pálya, de nagyon élvezetes autós üldözés. Oh, nem, hát ez nem is érdekel, hogy elrontom, mert egyszerűen nagyon tetszett ez a pálya. Voltak még ígéretesnek érkező missziók, amikor például sniper ruhába kellett órákat várni, de végül csak egy lövést kellett leadni, és azzal vége is lett a missziónak. Érdekesnek indult, aztán rossz lett a vége. Volt egy üldözéses misszió, ahol nem lehetett lábon lőni az embert, pedig úgyis már elkaphattuk volna. Nem, üldözni kellett folyamatosan, közben jöttek az ellenfelek. Itt pedig szerintem ez a játék legjobb része, kicsit burnoutos feelingje van. Hirtelen a semmiből ott terem 1 millió ember, ez egy kicsit fura volt. Na mindegy, ez volt szerintem a legjobb része a játéknak eddig, amivel játszottam, még nem játszottam végig. Nagyon élveztem az üldözéses jelenetet, de a többi nagyon unalmas volt őszintén szólva. A kampányban a legérdekesebb, amikor le tudsz késelni egy embert, majdnem meghalok, de hát ez milyen kegyetlen kivégzés volt már. Na mindegy, menjünk is vissza a multiplayerre. A multiplayerben mindig van egy társad, mindig kiválasznak neked egy társad, és mindig rászpónolhatsz, persze van spawn idő. Ez egy elég érdekes dolog. Nekem őszintén szóval nem tetszik. De többet nagyon nem is tudok a multiplayerről elmondani, mert egyszerűen... hát unalmas ez is. Órákat kell futni, évekig kell futni, amíg találkozol egy ellenséggel. A pályákat persze nem is ismerem, úgyhogy azt is tudom, honnan lőnek. Szerintem tudom, hogy hátamból. De egyszerűen annyira nagyok a pályák, és annyira kevesen vagyunk ehhez képest, hogy nem alakul ki egy nagyon élvezetes játék. Múltkor is 10 perc alatt 7 volt a legjobb, amit töltem. Hát ez nem... unalmas, unalmas ez a multiplayer, az az igazság. Sokkal jobb az MV3. Nem, hogy a Black Ops 2, az MV3 jobb. Itt végre sikerül egy dupla killt adnom, de ez volt az egyetlen dupla killt, amit sikerült adnom. Valószínűleg egymásra spawnoltak. Itt a társam. Az a baj, hogy a társadat gép választja ki, és így lehet a társad teljesen debil. Például az ajtót lőtte, nem tudom miért. És az egész játék egyszerűen áttekinthetetlen. Nem értem, hogy mi miért van. Nem értem, hogyan lehet fegyvert változtatni. Nem értem, hogy miért látom a társamat mindig falon keresztül. Nem értem, hogy néha az ellenfelet miért látom a falon keresztül. Tényleg néha van ilyen wallhack, hogy látod az ellenfelet falon keresztül. A mini térképen ráadásul csak azokat látod, akik nagyon a közeledben vannak, és onnan lőnek, akik messzire vannak, azokat nem láthatod soha. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit kapok. Most kaptam valami fotót. Ez is érdekes volt. Azt hittem már, hogy rég lelőm. Itt is ír ki ilyen dolgokat. Nem értem, hogy mit ír ki, na mindegy. Na és most ezt figyeljétek, ledob, elvileg a társamhoz, leveszi 57-re az életemet. És most figyeljetek, egyszerűen meghalok. Nem tudom miért. Nem tudom miért halok meg. Senki nem lőtt le, és valószínűleg magamtól haltam meg, de hát miért? Valaki mondja el, hogy miért? Na mindegy. Pályák nagyon kifülkészhetetlenek számomra. Itt mondjuk speciál tudom a járást nagyjából, de itt, mert itt van a camp helyem ennél a tartálynál. Nagyon kempelnek. Nagyon fura eddig a játék. Aztán itt a camp helyemnél sikerült elővennem ezt a csodatávcsövet. Láttam is egy ellenfelet. Bemértem, és nem értem, hogy mi történik, nem értem. Azt hittem, hogy airstrike-ot hív, de ez valami predátornak tűnik. Azt sem tudom, hogy öltem, azt sem tudom, hogy sebeztem, engem biztos megsebeztek, azt már tudom. Megfutott valaki, de az valami volt. Igazából a játék nagy részét futással töltöm, mert én nem nagyon szeretek kempelni.
Márpedig csak akkor sikerült ölnöm, amikor kempelek, mert nem tudok erős fegyvert berakni. És ez az, ami idegesít, hogy lejátszok 10 percet, és ölök valami hetet maximum. Itt meg pacsiznak aztán a végén, hát ez nagyon idegesítő egy idő után. Hát nem a legjobb a statom. Hát összefoglalva, ez nekem nem bejövős játék. Nagyon lassú, nagyon unalmas. A single is, a multi is. Biztos valakinek tetszik, de hát nekem nem jött be. Úgyhogy mit lehet végül elmondani a Warfighterről? Hát összefoglalva, ez egy unalmas játék. Nem nagyon éri meg a pénzed, de ha szeretted a szériát, akkor vedd meg. Ha egy Battlefield-es kódra vágysz, akkor vedd meg. Ha egy olyan kódra vágysz, amiben nem nagyon tudsz ölni, akkor vedd meg. Azért vannak benne jó ötletek, talán a következő Medal of Honor jobb lesz. Ez nálam nagyon leszerepelt. Pár jó ötlet volt benne csak. Ez persze az első benyomás, mert még nem játszottam vele nagyon sokat. Talán megváltozik a véleményem. Addig is köszönöm a figyelmet, szevasztok! Katonának lenni jó!